Szeretettel köszöntöm Önöket, a nálatok Mizut látják. Programszervezők a legjavából a mai műsor vendégei, vagy mondhatnám úgy is, hogy intézményvezetők. Nem tudom, hogy melyik elnevezést szeretik jobban, majd elmesélik. Azért hívtam őket vendégül ebbe a mai műsorba, hogy őket is egy kicsit jobban megismerjük. Itt van velünk Ocsenás Katalin. Puskázni fogok, hogy nehogy összekeverjem a szomszéd hölgy intézményével, tehát a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, ami ugye a Velencei Tavi térségben található. Szeretettel köszöntelek. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Gárdonyban, Gárdony városrészben, a Gárdony díny is. Így van, mert hogy a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója is itt ül velünk, Szilvási Grund Helga. Szeretettel köszöntelek. Én is szeretettel köszöntelek titeket, és köszönöm a meghívást. És itt van velünk Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ vezetője. Köszöntöm a nézőket és a meghívást is, köszönöm. No, jó volt, hogy akkor túlestünk ezeken a neveken és elnevezéseken. Most ugye, hogyha itt a Zsófira nézek, ugye legutóbb a ti intézmény nevetek változott, úgyhogy örültünk, hogy megjegyeztük ezt, hogy Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ egy nagy átalakuláson mentetek keresztül, majd erről is fogunk beszélni. De egy picit beszéljünk arról itt a műsorunk elején. Ugye a műsornak az a cím, hogy nálatok Mizu, hogy nálatok Mizu. Majd beszélünk szerintem arról is, hogy így az elmúlt időszak mennyire befolyásolta a ti munkátokat, mert hát nyilván nagyon. De hogy most egyébként mi újság veletek? Picit avassuk be a nézőket abba, hogy a ti munkátok az mi mindenből áll. Kezdjük veled, Kati, jó? Hát lehet, hogy én leszek a legnehezebb ilyen szempontból, hogy a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, alapító okiratunk szerint ez az elnevezésünk. Mi a Nemzedékek Háza, az Agárdi Közösségi Háza, a Gárdonyi Géza Emlékház, a Gárdonyi Rönkvár, a Velencei Tavi Galéria, Dínyési Hagyományőrző Központ és a Klaus Gábor Városi Könyvtár tartozik a Kulturális Központ intézményrendszerhez, és három településrészből áll Gárdony városa, Agárdból, Gárdonyból és Dínyésből is, mind három település részen van közlődési intézmény, illetve hát a kulturális turizmus mentén is említhető helyszínek, mint például az Emlékház, a Galéria és a Gárdonyi Rönkvár. És hát a tevékenységünk az abból áll intézményvezetőként, hogy ezeket a feladatokat, amit a város ránk ruház, önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk, elvégezzük, tehát közösségi programokat, kulturális programokat szervezünk, kluboknak, foglalkozásoknak, szakköröknek adunk helyet, igyekszünk a közösségépítés mentén a civil szervezetekkel együtt eredményeket elérni, hiszen nagyon sok a városunkba betelepülő új lakos, fiatal család, és ez természetesen kihatással van a közösségi életünkre, illetve a kulturális turizmus mentén megfogalmazott feladatainkra is. Úgyhogy körülbelül ilyesmikkel foglalkozunk intézményvezetőként és munkatársaimmal, és hát szervezzük azokat a programokat, amit a város ránk ruház, tehát fesztiválokat, olyan eseményeket, amik talán szorosan nem a mi feladatunkhoz kötődnek, de természetesen nálunk van az a szakember csapat, akik ezt megfelelőképpen koordinálják, vagy legalábbis örömmel veszünk ebben részt, úgyhogy most is készülünk a nagy fesztiválunkra, illetve nyitjuk az emlékházat, a Rönkvárat, a galériát, Gárdonyi emlékév is van, halálának 100. évfordulóját ünnepeljük, úgyhogy munkatársaimmal különböző programokat, foglalkozásokat, tematikus eseményeket terveztünk meg, és hát reméljük, hogy erre felvevő piac is lesz, és sokan eljönnek majd hozzánk, illetve hát a Velencei tó partjára is. Mi itt Gárdonyban ilyesmiket kínálunk, ilyen jellegű programokat, és hát ugye a szabadtéri közösségi programok a Dínyési Hagyományőrző Központban valósulnak meg, de hát a Velencei tó partján, az északi partján is vannak még klassz
létesítmények, együttműködésben velük is van a közös projektünk, ez a Hazáért körút, amit a Halászkastéllyal, a Vörösmarty Emlékházzal, a Katonai Emlékparkkal közösen kínálunk a felsőtagozatos diákoknak, úgyhogy röviden vagy hosszan körülbelül mi ilyesmikkel foglalkozunk. Szerintem még hagyjuk a Katit beszélni. Még szépen elhallgatjuk. Pedig azt mondhatod, hogy te leszel, aki csendesebb. Pedig így próbáltam így aztán belegondolni abba, hogy te is mit csinálsz. Én is azon gondolkodtam. Mert hát most ezt így hallgatni is nagyon sok volt így hirtelen egyszerre, de szerintem nálatok is ugyanez a helyzet körülbelül itt Székesfehérvár tekintetében. Igen. Most eszembe jutott, hogy az elején kérdezted, vagy így felvetetted, hogy mik is vagyunk mi, hogy most intézményvezetők vagyunk, vagy programszervezők vagyunk, és aztán a Kati felvezetője kapcsán meg azon gondolkodtam, hogy amúgy mit csináltam én ma. És akkor így rádöbbentem, hogy csupa olyan dolgot csináltam, amit így az igazgatók csinálnak. Tehát, hogy itt az ügyrendünket egyeztettem a munkaköri leírásokkal, akkor a költségvetéseket nézegettem egy ilyen drive felületen, ugye ott ellenőriztem, és aztán meg szerződéseket írtam, akkor bejöttek a szolgáltatók, velük egyeztetünk. Szóval amúgy ez egy ilyen kifejezett igazgatói nap volt. De hát aztán van olyan nap, amikor meg jó pofa dolog, mert most tényleg a Helgára tudok mutatni, aki nemrég még ott lógott a fán, és a tojásokat akaszgatta. Szóval, hogy vannak nekünk is ilyen napok, amikor a kiállításon pakolunk, vagy széket rendezünk, tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon vegyes, és ebbe az a jó, hogy tényleg változatos. Tehát, hogy még ezt is azt mondom, ezeket az igazgatós feladatokat is úgy néha szeretem, mert közben meg azt érzem, hogy így elkezd rend lenni az én fejembe is, meg ott a mappák között is, meg az irattárunkba is, tehát, hogy ez egy ilyen jó, változatos. Én nagyon szeretem, és hogyha azt kérdezed, hogy mizu van nálunk, akkor hát én nem tudom így a munkatervünket így ilyen részleteiben felsorolni, de mindegyik házunk pörög. Tehát látszik, hogy van kedv, hogy visszajöjjön a közönség, a csoportok is éledeznek, valaki még bátortalan, de őket is próbáljuk lelkesíteni. Szerintem Fehérváron egyébként a nyugdíjas közösségek nagyon aktívak, gyorsan lehet őket mozgósítani, rengeteget segítenek nekünk a rendezvényeknél. Az meg, hogy itt vagyunk a tóparton, és ott a tóparti gimnázium, ez meg annyira klassz dolog, hogy ott mikor ezt az igazgató is dolgot csinál, akkor egyszer csak csengetnek, és akkor úgy megindul az élet, és úgy hirtelen ilyen nagy pesgés, aztán ugye megint minden elhal. És ez a tópart, ez meg gyönyörű, tehát ez a ház, ahol itt a csonakázó tó partjára, aki ezt kitalálta, az egy zseni volt, tehát ha ennek szánta, hogy itt mi, akik ott dolgozunk, itt tényleg így felüdüljünk, mikor kinézzünk a tóra, akkor ez egy jó ötlet volt. Ugye azt el kell mondani, hogy nem olyan régóta vagytok ti ott, mert hogy ugye a fehérvári programszervező megszűntével ugye alakult meg a Székesfehérvár Közösségi és Kulturális Központ, ami ugye... Nem teljesen, de... De javíts ki, javíts ki nyugodtan. Nem, mert szerintem ez ilyen szempontból amúgy lényegtelen, mert a látogatókat sem érdekli, ki a fenntartó, meg most mi ez. Az a lényeg, hogy jól érezze magát, és egyébként meg, hogyha így velünk találkozik, tehát akkor azért be tudja azonosítani, hogy na, az öreghegyen vagyok, akkor az a valamilyen módon a Zsófihoz kapcsolódik, tehát hogy ezek így működnek. De valóban most úgy hívnak bennünket, hogy Székesfehérvár Közösség és Kulturális Központ, és egyébként a KFT bérlőként a 3. Béla Király téren volt. Egyébként az a tér is gyönyörű, tehát annak is megvan a maga szépsége, de fájó szívű hagytuk el, de hát most meg még kitavaszodott, és ott ez egy gyönyörű környezet, ez jó leső. Most ugye mondtad is most, ahogy az öreghegyi közösségi házat említetted, de mondhatnánk bármilyen más kisfaluttól elkezdve az összeset itt Székesfehérváron, rengeteg minden tartozik hozzátok, és hát a nagyvárosi események ugye az mind a ti fennhatóságotok alá tartozik, ami azért nem kis munka, meg felelősség. Akár csak a legnagyobbra gondolunk, mondjuk a királyi napokra.
Igen, és ahogy Kati is mondta, ugye ehhez kell egy csapat, szóval ezt én egyedül nem tudnám, meg nem is akarnám csinálni. Nyilván mindenbe bele kell látni, tehát most pont a mozival kapcsolatban néztem át a programtervezetet, ugye a Barátság mozival kapcsolatban, és pont ezt kérdeztem a marketingesekkel, hogy nagyon jók a programok, de hogy lesz tele a mozi? Mert ugye nem nagy feladat, ezért 60 embert kell betenni a moziba, de olyan gyorsan jönnek a filmek, és annyira kell követnünk a forgalmazóknak, nem követnünk, hanem nyilván a forgalmazó igényeket is ki kell szolgálni, meg a nézőkét is, hogy ez egy külön műfaj, de ettől is én is minden nap egyre több leszek, mert ha nem is látom a filmet, úgy el tudom mondani, hogy mi a trend most ebben a hónapban a filmek területén. De hogy kerültünk a filmekhez, ez fogalmam sincs. Mert hogy a programokról beszéltünk. Ja, igen, sok. Tehát, hogy sok rétű a feladat, és nagy felelősséggel is jár. Tehát azért egy ilyen városi rendezvényt megszervezni, most maradjunk tényleg a királyi napoknál, ami a legnagyobb, de akár a kisebbekről is beszélhetnénk, akár a legjobb ünnepekhez kapcsolódó, akár az adventi programsorozatról, tehát azért itt elég sok embert kell megmozgatni. Igen, ennek szerintem tényleg az a titka, amit rögtön a rendezvény szervező tanfolyamokon is elkezdenek, csak én szerintem a magán a tanfolyamokon nem tulajdonítanak neki jelentőséget, a forgatókönyv, amit le lehet írni nagyon egyszerűen, és meg nagyon bőven is, de az a lényeg, hogy minden A, B, C változat benne legyen, és minden, tehát az, hogy legyen itt a víz, ez legyen leírva a forgatókönyvbe, hogy 14 óra 50-kor ide fogok tenni egy poharat, és bele fogja önteni a valaki ennek a felelős. És ezt minden rendezvénynél. Én azt gondolom, hogy ha le van írva, akkor mindenkinek van mihez tartani a magát, és sose akarok úgy gondolkodni, hogy most ki lesz a felelőse, hogyha nincs itt ez a pohár víz, mert azt gondolom, hogy ezzel a dokumentációval kiszűrjük ennek a véletlen szörességét is, hogy ez megtörténjen. Én nagyon hiszek a forgatókönyvben, meg abban a csapatban, akivel dolgozunk, és akkor valóban úgy van, hogy persze a felelősség az nyilván a főszervezőt képviselő cégé, de azért ez megnyugtató, hogy például van olyan rendezvény, amire ha én nekem úgy alakulnak a családi dolgaim, akkor nem megyek el, de tudom, hogy kit kell felhívjak, hogy megkapjam azt az információt, hogy biztos rendben van-e, vagy hogy most esik az eső, akkor majd mi lesz, ugye a halünnepre készülünk, a hétvégén eltoltuk egy héttel későbbre, megint az esőt mondja, tehát ami miatt, de mondjuk a hideget is mondta egy héttel ezelőtt, de most csak az esőt mondja, tehát azt mondjuk tudunk imádkozni, hogy ne essen az eső. De ez benne van a forgatókönyvünkben, hogyha esik, akkor majd így lesz, ha nem esik, akkor meg így lesz. Igen, én is itt csatlakoznék a Zsófihoz, hogy mi Maroshegyen működünk egyesületként, egy művelődési házunk van, ugye a könyvtár rész, meg a népmesepont, és nálunk ugyanígy vannak a programok, hogy én még szeretek ott lenni a programokon, nyilván mi nem vagyunk annyira nagy volumenű intézmény. Én azt mondom, hogy nem szeretek. Nem. Azt mondom, hogy nem tudsz, igen. Viszont nálunk ugye nyilván egy kicsit sok program van, meg most szerintem több a Covid után, mint előtt volt, meg most, hogy a maszk használat megszűnt, szerintem még többen jönnek a programjainkra. És én is így vagyok, hogy szeretem tudni, hogy amit én azt elterveztem és kitaláltam, az úgy van és úgy működik, és én is úgy vagyok, akkor biztos, hogy az jó lesz az a program, és az biztosan olyan lesz, amilyenre mi terveztük. Mert aztán utána, amit te is mondtál, ugye, hogy a szervező cégé, vagy az egyesületé, vagy ugye ott a vezetője a döntés utána, hogy hogyan sül el az a... Egyébként a Helgáéknak nagyon érdekes a működése. Tudom, hogy azt mondtam, hogy nem fogunk beszélni, de ők tényleg egy egyesületként működnek. Ugye az Alba Régia Táncegyüttes működteti így még a táncházat. Azért ez egy keményebb feladat, mert nyilván mondjuk azt, hogy a civil szervezetek több forrást tudnak lehívni, de azért az nem olyan egyszerű, mint mikor valaki egy önkormányzati intézményként egy elfogadott költségvetéssel tud működni. Tehát nyilván nekik is van költségvetésük, de én feltételezem, hogy a Helgáéknek ők alapvetően kevesebb pénzből működnek, és folyamatosan mi mindig újra tervezünk. Szurkolunk nekik, meg hát mi is próbálunk kapcsolódást keresni, meg amivel nyilván itt dolgozunk együtt, tehát ez most nem egy, nincs féltékenység, meg semmilyen nincsen, hanem ha azt érezzük, hogy van ott erre kompetencia, akkor megpróbáljuk összehozni ezeket a programokat. Igen, mert mi ugye a nagy részét a programjainknak ugye pályázatokból nyerjük a forrást. Rengeteget pályázunk. Nagyon-nagyon sokat. Tehát, hogy tényleg
És nyilván, ha van egy olyan pályázat, ami nyertes pályázat, akkor meg tudjuk azt valósítani a programot. Nyilván, ha kevesebb a forrás, akkor egy picit megint áttervezünk, szóval nekünk tényleg az egész év egy folyamatos újratervezés, hogy éppen milyen források állnak rendelkezésre. Igyekszünk mi is a nagy rendezvényeinket megtartani és betervezni, és nyilván a város nagyon sokat segít ugye ebbe, ugye a Maroshegyi, ugye a Böndörödő, ami mindig szeptember-október elején szokott lenni, illetve most mi a mesenapra készülünk, ami május végén lesz. És ugye mi nem tudunk egy nagy teremmel, egy színházteremmel gazdálkodni, hiszen az jelenleg ugye nem funkcionál, úgyhogy mi csak a szabadtérre tudunk tervezni. És nálunk is az időjárás egy nagyon-nagyon befolyásoló tényező, és mindig örülünk, amikor jó idő van, hiszen ha rossz és szélsőséges időjárás van, akkor ezt be kell vinnünk a házba, de azt csak úgy tudjuk a különböző termekbe rakni a programokat, úgyhogy nálunk is mindig van A verzió, B verzió, meg sokszor aztán C is. És egyébként, hogy Kati is bekapcsolhatassa, mert nem azért, mert ő neki piros a pulóvere, és nem pink, mint nekünk. De ugye azért az célunk nekünk is, hogy a környező településekkel minél több kapcsolatunk legyen, tehát fonódjanak össze a programig, mert ezzel megint csak egymást segítjük. De olyan furi egyébként, hogy azért itt hajlamos az ember, hogy pont ebben, hogy ugye Fehérvár, meg rengeteg rendezvény, tehát ez a szervezők sokszor beborulnak ebbe, hogy fú, mennyit dolgozunk meg nem tudom. Tehát ez egy ilyen betegségünk is egyébként, hogy könnyű arra hivatkozni, hogy már rengeteg munka van, de pont én is mindig arra sarkalom a kollégáimat, hogy nyissunk, tehát hogy ezért ezek nem távolságok, amit a Velencei Tavi térség képvisel, tehát tényleg ez ráadásul a kerékpár útjaink szerintem abszolút jól használhatóak, és ez a kisfaludi Himalájának hívom, ugye, amit meg kell küzdeni. Most ezzel az új úttal ezért egy kicsit lankásabb is lett, bár még nem próbáltam ki, de ezt tudom, hogy sok mindenkinek ez a riasztó, hogy jó, így legurulunk kisfaludon, mert megkerüljük de aztán vissza is kell jönni. Tehát ez ott van egy rész, de jó az, hogyha most egyébként jó is, hogy itt vagy, mert én is fogok ezen gondolkozni, hogy tudunk úgy akár kultúrsvényeket, kerékpározással, tehát hogy egy picit így nem csak, hogy mi menjünk, hanem hogy jöjjenek be a településekről is, mert mondjuk egy magyar almásra már nehezebb egy kerékpártúrát szervezni, bár ott is elképzelhető, de ez meg annyira adja magát. És most felétek is már egyre jobb a helyzet. Igen, meg nagyon hálásra. Igen. Azt vettük észre, hogy a népmese pontos pályázat kapcsán, és ott ugye településekre vittünk ki egy-egy programot, és nagyon hálásak voltak érte. Tehát, hogy tényleg a településvezetők, az intézményvezetők, hogy ők is részesülhetnek olyan programokba, mint úgymond a városi emberek, és nem csak a falvakba élők. Szerintem nálunk abszolút az a probléma, Ez általában az országosan is jelmez. Van egy bizonyos réteg, akit nem tudunk megszólítani. Aztán én már úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy nem is kell erre nagyon rágörcsölnünk. Ugye ezek a középiskolás fiatal és az egyetemista korosztály, akit nyilván tehát ilyen bulis programokkal lényegesen könnyebb. Tehát azt felejtsük el, hogy ők egy tömegesen jönnének egy ismeretterjesztő előadásra, de erre már nem szabad rágörcsölnünk. Tehát ez pont az, én azt sem mondom, hogy engedjük el. Tehát erre a Covid azért nagyon segített, hogy egy picit úgy gondolkodtak a népművelők, művöldés szervezők, hogy ugye van más út, nem csak az van, hogy meghirdettek egy íróolvasó találkozót, és akkor ülök, hogy jöjjenek, hogy legalább egy olyan fotót csináljak, hogy látszon az öt ember, tehát hogy ennek vége, tehát ezt nem szabad így gondolkoznunk, és erre segített rá ez a járványhelyzet, hogy egy picit ezt az online kultúrát be tudtuk építeni, aminek egyébként szerintem a másik véglete az is, hogy most elkezdünk kiállításokat így online mutogatni, tehát hogy ez egy tévút. Tehát attól valós. Még nem lesz valami interaktív, vagy így online interaktív, mert ezt csináljuk, de ebbe meg most mi is fejlődnünk el, tehát hogy rengeteg fiatallal dolgozunk együtt, tökre ügyesek, tehát a szervezésben, de valahogy ez a kicsit ez a kreatívabb gondolkozás, ezt úgy noszogatni kell, és meg mindig azt veszem, hogy ugye igaz Krisztával ott ülünk, és meg mindig azt veszem, hogy mindig mi vagyunk a legkreatívabb, meg a Szili Zsuzsi, aki dizájnerként dolgozik a cégben, még mindig mi mondjuk így a legtöbb olyan ötletet, amiből ezt tovább lehet építeni.
De bízom a fiatalokban. Most, hogy említetted a Covidot, egy picit ki kéne, hogy térjünk erre, de tényleg csak érintőlegesen, mert ugye itt a ti életeteket azért jóval, jó részben befolyásolta, hiszen nem voltak rendezvények, vagy csak csökkentett üzemmódban, vagy online térben, de ugye megvolt ennek azért a pozitív hozadéka is, ahogy a Zsófi mondja, hogy azért van, amit mondjuk tudtatok belőle hasznosítani, és talán a jövőben is megmaradhatnak pozitívumok ebből. Nálunk a Covid-nál, ugye, mint minden közművelődési intézményben az volt a nehézség, hogy nagy nehezen fölépítettünk egy közösséget, megszoktak bennünket, ismerik a programjunkat, és visszajárnak. És hát nyilván az elején főleg nem tudtuk, hogy ez most egy hónap lesz, vagy mi az időtartam ennek, és hogy mikor kezdjünk el reagálni, akár online programokkal, vagy egyéb más a kommunikáció más formáival. És ha egy utólag kell néznem, azt hiszem, hogy egy picit jót tett nekünk. Egyrészt, hogy ami már biztos, azt mindig újra kell tudni tervezni, ami biztosnak látszik, azt is. Másrészt amiatt is, mert ugye a Gárdonyi térségben elég sok fiatal család van. És hát ugye, hogy a városok egymás mellettisége, én 12 éve vagyok itt, vagy 10 éve vagyok az intézménynél, és ugye akkor 2010-ben adtak át nagyon sok létesítményt, ami még nem volt bevezetve, nem volt saját arculata, illetve megvolt az a félelem, hogy majd Fehérvárra és majd Budapestre fognak járni az emberek, és nem ilyen kis helyekre, vagy kis befogadóképességű helyekre, mint amit a városrészek intézményei kínáltak. Úgyhogy ezt így felépítettük, és akkor jött ez a valamilyenek lettünk, és egy támogató közösség kialakult köröttünk is, és jött a Covid, és úgy látom, hogy olyan szempontból előnyös volt egyrészt, ahogy visszahatott ránk, hogy gondoljuk más, hogy a pozíciónkat, másrészt egy picit mi is elkezdtünk online programokat videó formájában, Facebook aktivitások formájában megvalósítani, és azt tettem észre, hogy sokkal többen lettek ránk kíváncsiak, mint akik egyébként rendszeresen jártak hozzánk. Természetesen a fiatal családok életvitele más, mint ahomihez mi mindenféle módon tudunk alkalmazkodni, de egy-egy városi ünnepség online formában megtartása, vagy egy beszélgetés a Covidról, vagy egy népmese és egy kézműves foglalkozás 5 percben, amit kirakta. Tehát picit fel tudtuk magunkra hívni a figyelmet, picit nyitottunk mások felé is, hogy mikkel foglalkozunk mi. Bízom abban, hogy egy kicsit fölkeltettük az érdeklődést az irányt, hogy a személyes találkozás igénye azért maradjon meg, illetve várjuk azt, ami nem csak feltétlen a bulisabb programoknál, hanem az árnyaltabb, vagy célközönségre szűrt programoknál is létjogosultsága van. Úgyhogy azt hiszem, hogy ugyan nem voltunk berendezkedve, de nem voltak olyan szakemberek, akik ilyen jó kis filmeket tudtak volna csinálni, de azért valahogy megoldottuk, és úgy látom, hogy most már megint ott tartunk, talán, hogy újra keresnek bennünket, és újra ezek a helyszínek élnek. És hát most, hogy ami a legközelebbi program nálatok, és talán az egyik legnagyobb szabás, az most lesz, ha jól gondolom, 3 napban. A Velencei Tavi Halmagmor és Pálinka Fesztivál. Igen, hát erre készülünk most. Ez a fesztivál egyrészt nagy színpadi programokból áll, és ott a fesztivál központban egyéb aktivitásokból is. De mi mindig úgy tervezzük meg, hogy legyen lehetősége bemutatkozni a kulturális tereknek is. Ami azt jelenti, hogy a Velencei Galériában, az Emlékházban, a Hagyományőrző Központban kifejezetten erre a 3 napra tervezett programokat kínálunk, ami kiállítások, interaktív foglalkozások is, illetve mindig van egy nagy kultúrabusz, ami körbeviszi a fesztiválozókat a tó körül található kulturális tereken, a Halászkastély, Vörösmarty Emlékház, Katonai Emlékpark, illetve a Hagyományőrző Központ, Dínyési Fertő, illetve a Várpark is, azt hiszem, a helyszínek között van, meg a Gárdonyi Géza Emlékház. Úgyhogy ez a fesztivál
ilyen típusú is, hát a nagy színpadon, a délelőtti időszakban, a közösségek, a kulturális terekben működő klubok, szakkörök bemutatkoznak, főleg ami mozgással foglalkozik, de aki nem azzal foglalkozik, az pedig a egyes standdal kijönnek, és foglalkozásokat tartanak, vagy eveznek a tóparton egy közös, vagy közös főzés. Tehát ezek ilyen közösségi programok is, illetve egy kicsit zenei fesztivál is, ami a nagy színpad délutáni részét illeti. Úgyhogy most erre készülünk, és hát az emlékházasok is, meg a galériás munkatársak is lelkesen várják egyrészt a jó időt, ahogy itt mindketten mondtátok, másrészt azt is, hogy egy jó közösség jöjjön létre, és mindenki jól érezze magát itt a Velencei tópartján. Kati, és te egyébként mindig, tehát hogy nem mindig, már azért ér, ha most az elmondás alapján, de tehát mondod, hogy ezekben az intézményekben várjátok a közönséget, de most mondtam ezt a kerékpár dolgot, tehát hogy én például, amikor megyek a Velencei tó partján, akkor azért ilyen kulturális dolgokkal kevésbé találkozom, hogy most, amikor mondtam ezt, hogy ugye kapcsolódjunk, én is eszembe jutott, hogy ugye Aranybulla emléké van, és például a kerékpárút mellett nekünk is lehetne valami olyan interaktív dolgot, amitől így mert a kerékpározók, azok nem fognak bemenni a nagy valószínűséggel a rendezvény, amit azon a hétvégén hirdez, de lehet, hogyha ott a kerékpárút környékén van, akkor az lehet, hogy ott mondjuk van olyan fogadókészség, aminek mondjuk a hozadéka az, hogy legközelebb akkor arra kanyarodnak. Ez most csak annak kapcsán mondtam, hogy nekünk is itt van a Kisfaludi Közösségi Ház, ami ugye már nem az út szélén van, tehát hogy ott oda valahogy úgy én is úgy fogok ezen gondolkodni, hogy a kerékpárút mentén mit lehetne olyan kulturális aktivitást csinálni, ami aztán arra ösztökéli őket, hogy mondjuk az öregkegyi közösségi házba, vagy a barátságmoziba eljöjjenek. Ez nagyon jó ötlet, úgyhogy ez nagyon jó, hogyha majd beszélünk róla. Egyébként a Gárdonyi Géza emlékház, meg a Gárdonyi Rönkvár, az kerékpáros pihenőpont is, úgyhogy a Gárdonyi Géza sétányon föl szoktak jönni hozzánk, és hát 10-től 18-ig van nyitva, oda szívesen becsatlakoznak, ami abban az időszakban történik, illetve a várfoglalkozásokban ugye egyébként is galériában megnézik a kiállításunkat. A tóparti aktivitás, nagyon jó lenne például egy olyasmit létrehozni, amilyen egy ilyen kis füzet, vagy ilyen telefonos helyszín látogatások, és mindenhol valami élménnyel, vagy aktivitással találkozik, úgyhogy ez főleg az emlékév kapcsán, ez nagyon jó lenne, ha segítenétek ebben, hogy ez egy nagyon szép közös projekt legyen, mert tényleg ott a kerékpárút kapcsán egyrészt az egymás közötti távolság mérhető is, másrészt meg könnyen oda lehet jutni. Az a jó, hogy az emlékév december 31-ig tart, tehát még van idő. És még csak most jön a jó idő. Hát most de látom, hogy a közös gondolkodás az elindult, úgyhogy ez már egy jó pont. Helga, viszont nálatok azért itt sokáig nem volt szinte semmi, ugye? Jó, nálunk is igen sokáig, és ugye mi pont a népmese pontos pályázat kellős közepén voltunk, ahol ugye kiépítettünk, vagy felépítettünk egy nagyon szép, tényleg egy mesebeli teret, egy birodalmat, ahova ugye jöttek hozzánk a csoportok, folyamatosan érkeztek, nagyon szerettek, nálunk kicsit kizökkentek abból a mindennapi intézményi struktúrából, és hát jött a Covid, hogy akkor nem jöhetnek, úgyhogy ez ilyen nagyon nagy talány volt nekünk is. Nyilván a programokat amennyire tudtuk, toltuk, és átraktuk egy következő fél évre. Aztán amikor megtudtuk, hogy a következő fél évben sem nyithatunk, akkor jött nálunk is az online verzió, hogy akkor a mesemondók felvették a meséjüket videóra, azt a gyerekeknek továbbítottuk hozzá a hozzájuk kapcsolódó eszközöket, az anyagokat, kiszállítottuk az iskolába, ugye mi nem mehettünk be, úgyhogy nagyon, nagyon nehéz volt nyilván. A művelődési ház részéről is, meg a könyvtár részéről is, ugye a könyvtárban indítottuk mi is a házhozszállítást, ugye az intézmény előtti kölcsönzés lehetőségét, az egy nagyon pozitív volt így visszajelzés ügyileg is. És mi akkor kezdtük el a Sóstó meseösvényt kialakítani, ugye ami azóta aztán megnyílt, és lehet látogatni ugye bármikor a Sóstón egy jó kis kirándulással egybekötve, és amit ti is mondtatok, hogy jó lenne így összekapcsolni, mi például nagyon szeretjük a kislányommal ezt a pecsételős kajlás dolgot, tehát hogy szerintem azt is így be lehetne hozni, az egy jó ötlet.
És hát igyekeztünk egy picit túlélni. Ugye nekünk nagyon sok meseíró pályázatunk van, mesemondó versenyünk, akkor elővettük a nyert meséket, és a mesemondóinkkal mondattuk fel esti meseként. Szóval nagyon-nagyon sok ötletet találtunk ki mi is, viszont nem szerettünk volna átesni a ló túloldalára, mert ezért láttunk elég sok videót szerintem, ami már túlon túl volt, és nem annyira hasznos, úgyhogy igyekeztünk mi is olyan programokat szervezni, amin úgy szívesen részt vesznek az emberek. És most mi van a házzal, meg a felújítással, átalakítással? Hát bízunk benne, hogy valami lesz. Most a napokban is ott voltak megint, méregettek a mérnökök, úgyhogy bízunk tényleg a legjobbakba. Nyilván mi szeretnénk a legjobban, ha egy szép környezetben dolgozhatnánk. Nyilván így is igyekszünk, és mindent kihozunk a ház belső tereiből, amit tudunk. De úgy gondolom, hogy nyilván fontos az, hogy néz ki a ház kívülről, meg hogy milyen házba mész be, de bent az ott dolgozók tényleg a szívüket, lelküket teszik a házért, és ez annyira érezhető, és tényleg bárki jön hozzánk, mindig mondja, hogy egy annyira pozitív érzése van, hogy ott van bent a gárdanyiba. Egyébként ez így van, tehát hogy tényleg a szívünket, lelkünket, de hát én is néha nézem, hogy van olyan házunk, amiben annyira rondák már székek, és ugye olyan jó lenne cserélni, frissíteni, de hát ezeket mind ugye ki kell találni, mert nyilván mindent el tudnánk költeni, tehát az ingatlanoknak a felújítására, de az biztos, hogy nagyon kellene egy színházterem. Uh-huh. Tehát ami, ugye én irigylem is az Ágiékat, ugye a Szent István műfázba, ugye az egy így opció van. A Vörösmarty Színház után, és utána van egy nagy űr. Tehát nálunk például a Fürdősoron, amit itt színházteremnek hívunk, hát ez körülbelül ekkora, mint ez a stúdió. Uh-huh. Tehát, hogy ez azért nem az, ami 300-400 embert kényelmesen, komfortosan, ne adj Isten, egy szék kihagyásával tudná fogadni. Uh-huh. Tehát ez nagyon, úgyhogy azért szurkolok, hogy hát tényleg diákszínpadi produkciók, hát mennyi van, annyi tehetséges műhely van az iskolákban, egyesületeknél, és tök jó darabokat csinálnak, és egyszerűen ezek a lukak, aminek van egy atmoszférája, uh-huh. Tehát ez jó, csak én azért, hogyha mondjuk egy nagyobb produkciót be akarunk fogadni, nem tudunk annyi, tehát ha üzleti alapon nézem, akkor van egy színész, aki csinál egy ilyen stand-up műsort, megvan neki az ára, és én nem tudok kalkulálni, mert nem tudok annyi széket biztosítani, hogy nekem az megérje. Tehát uh-huh. akkor kellene itt lenni a zsebembe 2-3 millió forintnak, hogy egy ilyet bevállaljunk. Ezért például az MMK-nak, tehát a harmadik Béla Királyon téren lévő épületben az a 350 fős színházterem, az remek opció volt iskolai bálokhoz, stb. Én egyébként tudom, hogy van erre szándék, hogy ez uh-huh. egyrészt a ti házatok is megújuljon, meg ez fejlődjünk, csak hát én is tudom, hogy lépésben. Uh-huh. Tehát ez nem... Viszont van olyan intézményetek, ami most épp a közelmúltban újult meg részben, az Öreghegyi közösséget, tök szép, de annak is kicsi a színe. Tehát annak még a színpada is kicsi. Tehát, hogyha azt szeretném, hogy egy színházi előadás, ami takarásban tudjanak mozogni a fellépők, az nem lehetséges. A szabadtéri színpad száraz réten az tökéletes nagyságú, na de februárban igen. ott nem nagyon... Nem, az a jó, hogy egyébként ha esik az eső, az egy élhető hely, de ez szezonális, tehát uh-huh. hogy ezzel... Igen, nálunk is egyébként a Gárdanyiban nagyon sok kisebb terem van, és rengeteg szakkörnek, nyugdíjas klubnak adunk mi is helységet, ami egy nagyon fontos részén úgy gondolom a közművelődésben, hogy ők ott legyenek, helységet biztosítsunk, és ők ott tudjanak dolgozni, beszélgetni, vagy tényleg csak összejönni, viszont a nagy rendezvények azok elmaradnak, hiszen a helyhiány miatt uh-huh. nem tud megoldani. Uh-huh. Zsófi, még egy pillanatra kanyarodjunk rátok, ugye, hogy itt a Covid kapcsán beszélgettünk, hogy a ti rendezvényeiteket viszont most nem csak az intézményi dolgokra gondolok, hanem főleg inkább a nagyvárosi rendezvényekre ezeket variálni, meg lefújni, azért az nem kis dolog lehet. Nem, meg, hogy mindenből kellett egy Z-verzió. Hát arról nem is beszélve, hogy egyébként hogy mondjuk, hogy az időjárás jelentés, de megnézheted a telefonodon, de az nem. De kemény pénzekért kell lehívni az időjárás jelentést egyébként, hogy egy valós képet adj, és már nem volt. Tehát azok sem. Tehát valahol annyira megváltozott így a világ körülöttünk, hogy régebben ugye azért tudtuk mondani, hogy másfél hét múlva, na akkor biztos lehet néptáncfesztivál, mert
tuti, de vassza, egy cseppeső le, és bejött. És azt mindig tudtuk, hogy augusztus 20-án nyesz, mindig jön az eső. Most meg nem így van, tehát, hogy most egy rengeteg variációja van, és hát azért egy több ezer fős rendezvényen nem tudunk bevenni se abba a Gárdonyiba, se ebbe a Gárdonyiba, sem sehova, tehát ott akkor lehet, hogy a fellépők mondjuk egy fedett színpadon vannak, na de a közönség meg ázik, és ázik a föld is, tehát hogy ugye a szabadtéri eseményeknél ez is a rizikó, hogy ha beton, akkor nyilván a csatornák belfolyik a víz, na de egy akár nálatok a Böndörödőnél, azért ha két napig ott rendesen zuhog az eső, úgy felejezik a talaj, hogy tehát a színpadot nem tud biztonságosan felépíteni, mert nincs meg a masszív alap. És ezek az újratervezések nektek mennyire tudnak görtülékenyen működni? Hát ezt már az utóbbi időben úgy van, hogy megkérdezzük, hogy ráér a fellépő, és mi van, ha egy héttel elcsúsztatjuk. Tehát, hogy most a halünneppel tök mázling volt. Tehát minden fellépő, még a sztár fellépő is azt mondta, hogy nekik oké. De ez most azért, nem tudom, biztos ti is észrevettétek, hogy ömlenek az ajánlatok. Tehát nem csak mi voltunk bajban, és ezt tudjuk is, tehát ez a köszönjük Magyarország, vagy nem tudom, felkarolt az együtteseket, meg Fehérvár is felkarolt egy csomó együttest. Tehát én ezt egyébként nem is értettem azt az egészet. Tehát Fehérvár felajánlotta a zenekaroknak, hogyha bármilyen módon kötődése van Fehérvárhoz, akkor pályázon, és a város vásárol vouchereket. Na most ötte mondjuk egy big bandben szerepelsz Budapesten, és mondjuk a családot itt él Fehérváron, meg itt voltál zeneiskolás, ez már egy jó alap lehetett ahhoz, hogy ezzel az együttessel pályázzál. És minimálisan használták ki a zenekarok. Pedig szerintem jó volt a kommunikáció is. Na, de ennek az a lényeg, hogy a város vásárolt vouchereket, és a köszönjük Magyarország. Abban is ugye ez a voucher lehetőség van, és most azért már kezdenek kifutni, mert hál' Istennek, hogy elindult a műfázakba lehetőség, azért tudtak jönni, nálunk is egy jazz péntek sorozat van, tök jó zenekarok jönnek, de most ki fog fújni. És ugye a zenekarok is ott vannak, és keresik a fellépési lehetőséget, tehát egy nap legalább 15-öt kapunk, és nagyon jókat. Tehát a gagyikat azt már kapásból, tehát belenézek egy a YouTube videóba, és azt mondom, ó, te úristen, hogy miért működnek zeneiskolák, hogyha ilyen embereket engednek szerepelni, de nagyon jó, most nagyon jó a választási lehetőség. Úgyhogy ennek örülök, mert tudunk frissíteni. Tehát, hogy azért mindenki egy picit ugye elkezd ilyen állandó partnereket, mert az megbízható, mert mindig odajött, mindig kitette a portékáját, vagy ki kütyüzgette a családokkal, amit lehet, de most jó ez, mert frissül ez is. Picit beszéljünk akkor még arról, hogy honnan jöttetek, hogy vezetett ide az utatok, amit most csináltok. Én jó helyre jöttem, én a Pálinka főztéből. Tényleg ott dolgoztam előtte, kommunikációs vezető voltam. Egyébként főiskola után én színházhoz kerültem, dramaturg gyakornok voltam. Ott azért a rendezvényszervezéshez szükséges térbenlátás, forgatókönyv, precizitás, annak a szentsége, vagy az előadás, a program, a produkció, azért azt ott meg lehetett tanulni. Utána a Balassi Intézetben dolgoztam. Utána éltünk egy rövid ideig Belgiumban, aztán haza... Az hogy jött? Férjem munkájaként, én akkor a gyerekekkel foglalkoztam, ott sétáltattam őket az Ardenekben, úgyhogy onnan hazajöttünk, és akkor költöztünk a Velencei tó partjára, és ugye az első... Bocsánat, miért oda költöztetek? Mert a férjem fehérvári, és én meg miskolci. Azt nem mondom, hogy a két helyzet között ez volt középen, de hogy a Pest elérhetősége, illetve Fehérvár közelsége miatt költöztünk a Velencei tó partjára, és ugye hát a természeti környezet miatt, és tényleg nagyon jó helyszín az, hogy a gyerekeket nem kocsival kellett vinni edzésre, hanem elment biciklivel a parkerdőbe, hogy a gimnáziumba el lehetett menni gyalog nekik, óvodába, még vittük persze, de szóval, hogy ez egy jó élhető kisvárosi rész. És először ugye azt hiszem, Fehérváron dolgoztam a Videótonban, ott is kommunikációval foglalkoztam, és utána az Agárdi Pálinka főzdébe, és onnan hívtak, hogy az akkor alakuló Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központban
dolgozzam, és ehhez elvégeztem ugye a közművelési egyet, akkor ezt a többfunkciós kulturális intézmény vezetője, aztán ugye a Balassi Intézetben dolgoztam, és ott foglalkoztam protokollal, a Metropolitan Egyetemen elvégeztem a protokoll szaktanácsadó rendezvényszervezői szakot, elsősorban azért, hogy a rendezvényszervezői képesítésem meg legyen a fesztivál szervezésekhez. Azóta egyébként itt az egyetemen már tanítok, ugye? Igen, rendezvényszervezést, úgyhogy a forgatókönyv szentsége azóta még inkább hatványozott most már a hallgatóknak is. És hát ez 12 óta vagyok itt, és most meg járok még Pécsre, mesterszakra, kulturális mediációra, úgyhogy igyekszem kitölteni a napjaimat. Mintha nem lenne elég. Mintha nem lenne, nem lenne tudom, elég, ez miért alakul még. Lifelong learning. Igen. Így van. És hát természetesen fárasztó sok intézménybe építeni a közösséget, olyan szakmai programot megvalósítani, egyrészt ugye kitalálni még könnyebb, de megvalósítani, ahhoz támogató közösséget, partnereket találni. Kati, bocsánat, amikor Belgiumba éltetek, voltál művedési házba, vagy ilyen közösségi térbe? Tehát láttál ott ilyen ott intézményt? Vagy? Szerencsénk volt, mert egy... olyan családnál laktunk, ahol ők egy ilyen régi kúria, ők az alsó szinten laktak mi fölül, és mindig vittek minket mindenhova. Ott inkább ilyen egyházi, alapítványi helyzetekben voltam jelen. Hát itt egész Nyugat-Európa. Igen. Ez egy itt unikális Magyarországon egyébként az intézményi fenntartás. De jó. Biztonságos. Igen. Illetve hát ami ott volt, az vagy piacorientált volt, akár a kiállítások tekintetében is. A rendezvényközpontok pedig ott azért minden pénzt megszámolnak kétszer. Úgyhogy ez a önkormányzati vagy állami fenntartású helyzetekben akkor nem voltam jelen. Azok éltek ott, amik saját kezdeményezésre kialakultak, programok, vagy a közösségi életnek egy-egy helyszíne, és akkor ahhoz kerestek, találtak szponzorokat, támogatókat, és igazából így olyan értelemben ez jó volt, hogy annyi volt egy településen jelen, ami tényleg támogató közösség vesz körül. Ott az újításoknak úgy volt jelentősége, hogyha mondjuk kiöregedett egy-egy szervező közösség, akkor jöttek az újak, a betelepülők, és hozták magukkal, amikre ők kíváncsiak, és ha sikerült meghonosítani, akkor az úgy változtatta a programot. Tehát ott ez más jellegű struktúra volt. Úgyhogy igazából így ez a 12 év itt, amit a Velencei tópartján kötődik, vagy hozzám kötődik, vagy én kötődöm ezekhez a programokhoz, és hát mindig vannak változások ebben is, nálunk is voltak felújítások, illetve hát volt olyan is, hogy most az egyik intézményünkben iskola működik, tényleg sokan települnek be, és erre így volt szükség, de hát próbáljuk azokat a helyzeteket máshol megvalósítani. Ennyi teendő is tevékenység mellett, meg még a tanulás mellett, hogy jut idő a családra? Hát már nagyok. Nagyok, úgyhogy már egyetemisták a gyerekeim, a lányom az most végez anglisztika szakon, Károli Egyetemen, a fiam ELTE BTK-ra jár, és most jelentkezik át filmrendezőnek, illetve jelennek meg novellái most épp a Tiszatájba, úgyhogy nagy sikerélményeink vannak. Így most már párhuzamosan vagyunk, tehát azt az energiát, meg ahogy részt veszek egy-egy napon felépítésében, azt hiszem, hogy látják, és hát talán ez ilyen rájuk, hát nem is feltétlen inspiratív, de azért a helytállást így talán mutatja az ember, úgyhogy most ezzel tudok segíteni, hogy ezt így följárnak Pestre tanulni, úgyhogy már nem kellek ilyen napi szinten hozzá, úgyhogy megengedhetem a napi 12-14 órás nem családdal való foglalkozást. Így röviden.
Na, akkor ide kapcsolódhatsz a bevezetőnek. Milyen is a reggel? Igen, mert hogy neked még azért kicsi. Igen, nekem most első osztályos a Szofi, igen. Hát így logisztikailag nehéz megoldani a napot, mert nyilván el kell vinni, aztán ott is kell lenni 3:30 az iskola kapuban, mert nyilván ő vár, és tudja, hogy megyünk érte. Úgyhogy nehéz így összeegyeztetni. Mindamellett ugye, hát nekem a néptánc és a népzene és a népi világ, vagyok. Igen, tehát tényleg én ebben nőttem fel, és mellette én megtaláltam az Ittedrát, mint népi játék néptánc módszertani programot, amiben foglalkozásvezető is vagyok, tehát gyerekeknek is tartok foglalkozást, illetve 2 éve már a pedagógusoknak is oktatom a módszertani eszközt, meg igazából a programot, úgyhogy mi nagyon sokat utazunk, de nagyon szeretünk utazni, kirándulni, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek egy nagyon nagy élmény, tehát tényleg a Szofi is nagyon sokszor kérdez, hogy akkor anya, emlékszel, hogy itt voltunk, és oda még visszamegyünk, és ezek szerintem olyan élmények, amit nem lehet elvenni tőlük, úgyhogy mi nagyon sokat kirándulunk egyébként mindemellett. Tanítónéniből, hogy lettél igazgatónéni? Igen, nekem tanító az eredeti végzettségem. Nekem is. Én is angol tanár vagyok amúgy. Na jó. És tanítottam is, illetve informatikát taníthatok 6. osztályig. El is kezdtem tanítani Sárszentmihályon, én ott is nőttem fel, úgyhogy tényleg akik tanítottak, ők voltak aztán a kollégáim, ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet volt, de egy nagyon jó. És aztán épült a népmesepont, és én akkor láttam meg a kiírás, hogy szakmai megvalósítót keresnek, és akkor a Szofi már ugye pici volt, és akkor gondoltam, hogy akkor közelebb van, Fehérváron van, nem kell Sárszentmihályra utazni, és azért ott a mesék, a népmese, a néptánc világa, ami hozzám nagyon közel áll, és én így csöppentem a Gárdonyiba, úgyhogy valószínűleg a népmesepont ezért is egy ilyen szívem csücske. Így, hogy a népmesét, illetve a népi világot és a táncot említetted, így azért Zsófihoz is kapcsolódsz egy kicsit. Abszolút, hát mi a Zsófival onnan is legyük egymást. Na, hogy egy alom, tehát ez a régi alom. Zsófi, neked azért van egy másik oldalad is, ugye a Szettevette zenekar, a hegedűsz, és hát ugye neked is ez az egész életedet végigkísérte talán. Abszolút. Én annyira volt, hogy sírtam, amikor hegedű órára kellett menni. Tényleg ilyen, még az apukám be is ment a tanárúrral beszélni, hogy ez így nem lesz jó. Én meg otthon csak, hogy egyfőtában, hogy abba hagyom, és te jó Isten, milyen jó, hogy nem hagytam abba. A zeneiskolában azt éreztem meg, a közösség, meg az együttzenélés, meg az izgulás, meg tehát hogy ezek a kis teljesítmény etapok, amiket így meg kellett valósítani, ez nekem mindig tetszett, és egyébként még most is úgy jövök, hogy fellépés előtt marhára izgulok. Tehát, hogy így érzem, hogy nem olyan a kezem, mint ahogy kellene, és így, de ez jó, mert az embernek, én azt érzem, nem vagyok agysebész, meg agykutató, de azt érzem, hogy az agyamnak egy másik részét mozgatom vele. Tehát nem ami a mindennapos igazgatónén is, meg szervezős, hanem egy tök más valami, és másképp is viselkedik valószínűleg az ember. Én is tanítóképzőt végeztem, de aztán, amikor megláttam, hogy mennyi gyerek van egy osztályon, mondtam, hogy jaj, én ezt tesztem. De egyébként szerintem jó pedagógus vagyok, mert most többször megyünk zenekarral iskolákba, és szeretem. Tehát, hogyha egy valami miatt itt történne velem valami, én lehet, hogy visszamennék pedagógusnak. Tehát nem véletlenül mentem arra a pályára, bár nagyon könnyű volt akkor bejutni a Zsámbéki tanítóképzőre, ezt azért el szeretném mondani, meg már akkor is zenéltem, de nekem egyébként a Kovács Gyuri, címzetes főigazgató úr, Kovács György mondta, akkor még működött a Nagy Fejér megyei művelődési központ, hogy 1995-ben vagyunk, hogy itt a táncház, most átadjuk, a Botos Józsi ugye a táncháznak a vezetője, és menjek én oda ilyen kis szervezőnek. És mondtam, hogy hát teljesen jó. És úgy onnan, tulajdonképpen az utolsó fesztiválról, vagy a gyerek születése előtt, a Matyi akkor született, ő már azóta ügyvéd úr lesz, vagy ilyen ügyvédjelölt, minden esetre doktor, tehát ez fontos mondani. És onnan mentem el Ügyesre, és aztán, amikor visszamentem az MMK-ba, tehát a Megyei Művelődési Központba, akkor mondták, hogy mi lenne, hogyha ilyen népzenei referens lennék, népzenei, népművészeti referens, és mondtam, ez nekem teljesen testhez álló, akkor jártam rengeteg kis településre, tehát akkor azok a kapcsolatok, amiket még most is, vagy még abból az időből való, és nagyon jó, hogy amikor jönnek a
táncegyüttesek, akkor barátként, meg kollégaként. Tehát én sokat dolgoztam azért, hogy pályázatokban ők is benne legyenek, tehát ez a megyei kapcsolattartás. Ezért örültem, hogy Kati itt van egyébként, mert ugye ez is egy ilyen pont az életemben. És aztán ugye ott az MMK-ba ez elkezdődött, ami abban az időben pénz, paripa, fegyver, minden volt az MMK-ba, és utána zúcs le. Tehát amikor engem oda kineveztek igazgatónak, akkor konkrétan az volt a feltettem, hogy felezzem le a létszámot. Tehát azért ez nem volt egy jó időszak. Persze ezt lehet úgy kimonélni, hogy na, oda ment a hóhér, aztán kinyírta a létszám fel, de nyilván nem ez történt, tehát ezért mindennek van két oldala. És én szeretem, hogyha valaki a másik oldalt is megismeri, tehát nem csak ezt a részét. Mindegy, ott dolgoztunk, és onnantól kezdve, mikor a megyei önkormányzatoktól elvették az ingatlanok elé, tehát visszavette az állam, akkor mi hogy zúgy be a sötét lukba, és a végén már a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartoztunk, ami azért nem ez a baj, hanem az a baj, hogy egy tök testidegen volt. Tehát mit keresett egy kulturális intézmény? Mindig azt rögtük, hogy volt az MMK, meg egy világító torony még náluk, azt hiszem. Tehát, hogy ilyen teljesen hülye volt a helyzet. És aztán én azt mondtam, hogy tehát nagyon sokáig harcoltam. Tényleg, tehát szívemet, lelkemet, mindent beleadtam, és azt éreztem, hogy van ez a pont, amikor már nem. Nem, és akkor már ugye párhuzamosan ment a KFT, ami meg egy nagyon-nagyon klassz dolog volt, tehát egy új csapatot építettünk. Olyan kollégákkal kezdtem el dolgozni, ami mindig vágyam volt. Tehát ez igaz Krisztát, mert így messziről néztem, és mondom, ha Krisztával együtt dolgoznánk, de klassz lenne. És most együtt dolgozunk, tök jó barátnők is vagyunk, tehát ez a kifejezetten ideális helyzet, és én nagyon szerettem volna, hogyha a közművelődési intézményrendszer is valamilyen módon, tehát kapcsolódhatnánk hozzá, mert én, tehát hogy nyilván a kicsi közösségek meg fognak jelenni a nagy rendezvényen is, és az volt a cég, hogy a nagy rendezvény közössége jelenjen meg a kis rendezvényeken is, tehát ez utóbbin dolgozunk most, ez egy nagy feladat, de egyébként egy nagyon szép dolgot örököltem a Dóritól, a kis Dóritól, tehát ezek a közösségek, ezek abszolút, tehát az ő nevéhez, meg nyilván az elődeihez, de én a Dóritól örököltem. Szóval ezek a közösségekre tényleg kell figyelni, de ők mindig is otthon érezték itt magukat, úgyhogy ez jó. És azt gondolom, hogy hogy a Dóri a Nemzeti Művelődési Intézetben van, így meg most ő így is segít bennünket. Tehát azért ők hozzák le nagy projekteket, nagy lehetőségeket, ez csak csatlakoznunk kell hozzá. Nagyon elszaladt a műsoridőnk, még itt a végére annyit szeretnék kérdezni tőletek, hogy mi az, amire most készültök? Mi az, ami mostanában várható? Nem tudom, gyerekeiteknek is egyébként az esküvőjét meg fogjátok szervezni, ez csak így zárójelben viccesen kérdezem. Szerinted igénylik? Én már hallottam terveket, de mondom, én biztos, hogy nem tudok. Tehát így nem. Tehát akkor van, amiből kivonjátok magatokat, jó? Lehet, hogy nem, azért nyilván nők vagyunk, tehát ez nem teljesen, de... Meg anyukának, igen. Hagyjuk, hogy egy ideig így majd terjedjen, meg folyamatosan egy adott pillanatban, amikor segítség, akkor szól. Szóval, hogy most mi a következő, amire nagyon készültök? Gondolom, akkor nálatok a velencei tavi halvad, igen, a és festi... pálinka, és bor, és minden lesz ott. És minden lesz ott, és nagyon finom lesz minden, és klasszak lesznek a színpadi programok, és nagyon jó egyéb kísérő programokat szerveztünk oda. Jó kapcsolatunk van az MR-tal, ugye a város közművelődési szerződést kötött, és a Dínyési Hagyományőrző Központ főépületében laknak, és most a NESZ 40 éves konferencia is ott tartják majd meg, és a fesztiválra pedig kijönnek bemutatózni a rég elfeledett mesterek, mesterségek, úgyhogy lesz hálószövés is a fesztiválon, ami április 29-30 és május 1, és hát készülünk mi is még előtte ugye a húsvétra, ami hagyományőrző központban lesz, most adtuk át, felújították a régi iskolaépületet, ami az egykori Vajki kúria, úgyhogy ide bábszínház, mesekert, játékpark és tojásfestés és sokféle élmény, amit kínálni fogunk, ez nálunk mindig húsvét szombatján van ez a húsvéti program, és hát ugye a közművelődési terekbe a kiállításokkal készülünk még, és hát reméljük, hogy sok olyasmi, mert például jön hozzánk majd egy időjós is, még a fesztivál előtt
Április 22-én. Vaszkó András, aki az ilyen vihar és villámlás tannal foglalkozik legszívesebben. Hát reméljük, hogy csak ennyi fog történni, és ilyen időt jósol nekünk majd a hóvégi fesztiválunkra is. Úgyhogy erre készülünk, és hát természetesen a nyári programot azért érdemes most megszervezni már, hogy kellőképpen hirdetni tudjuk, hiszen nálunk a működésünkben olyan június 20-a körül megváltozik a helyzet, és amikor leköltöznek a nyaraló vendégek, és jönnek a turisták a tópartjára, akkor felkeresnek bennünket, és tehát egy picit nyitunk mindig feléjük is, úgyhogy az a nyáresti koncertsorozat, az akkor indul el, ez a péntekesti hangtárlat, a mindenféle műfajban ból hívunk előadókat, és ezek főleg kamarakoncertek, vagy olyan akusztikus koncertek, világzenei és népzenei koncertek, amik így a Velencei Tebi Galériában vannak. Hát tulajdonképpen ezekkel foglalkozunk most, és hát igyekszünk mindenre úgy figyelni, hogy mindenféle igénynek úgy tudjunk eleget tenni, hogy az a kulturális közösségformálás határain belül maradjunk, tehát nem minden műfaj nálunk kell, hogy megjelenjen, akkor is, hogyha van rá igény, hiszen vannak olyan szolgáltatók is, akik más típusú eszközökkel rendelkeznek, akár anyagiakkal is, úgyhogy nem minden program nálunk lesz, de ami meg lesz, azt meg nagyon nagy szeretettel és jó szívvel készítjük elő, és hát hívunk, várunk mindenkit szeretettel, és hát mi is jövünk Fehérvárra is a programokra is, nézzük egymás programjait, és jó kis ötleteket találunk ezekben, amit igyekszünk néha mi is megvalósítani, és hát így és az együttműködés formáit is fogjuk keresni. Eddig is kerestük, és én örülök neki, hogy a közelségnek, ami először riasztó volt, hogy majd mindenki fehérvári programokat fog keresni, és senki nem a helyeket, de azt hiszem, hogy ez így jó arányú, hiszen egymást erősítjük. Hogyha valami jó, akkor hozzászoknak az emberek ezekhez a programtípusokhoz, és jó szívvel jönnek minden településen. És akkor szerintem a jövőben meg majd segítitek ebben egymást. Helga, nálatok mi a következő? Most húsvétra készültek? Húsvétra készülünk, igen, és marosegyi tojásfák mellett egy húsvét hétfői programunk is lesz, ami még egy picit titkos, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy figyelje a közösségi oldalunkat. És a Fehérvár TV-t. És a Fehérvár TV-t, és nem sokára kiderül. Aztán utána meg a milyen nagy rendezvény. Akkor nem is titkos, mert akkor te tudod mi az. Nem, de majd elmondja, és akkor mi elmondjuk. Azt mondja, hogy össze. A másik pedig a nagy rendezvényünk, ami ugye a marosegyi családi mesenap, amit most már 6. alkalommal tudunk megrendezni május 21-én. Zsófi, hát itt számos én nem tudok kiemelni, program lesz. Tényleg, mert nem is tudom, az biztos, hogy a mozi látogatóknak öröm hír, hogy megnyertük a pályázatot, és a mozi székeket át fogjuk kárpitozni. Úgyhogy a kárpit választásban vagyunk, de nagyon, nagyon ötletesen bordó lesz, tehát nem. Rendezvényhegyek állnak előttünk, tehát én csak a mai napon, amit megnéztem, a Nemzeti Emlékhelyek napja, az ugye május 14, azt hiszem, hetet-hét játékfesztivál, így bolondballagás, május végén hetet-hét játékfesztivál, tehát ilyen hülye szervező leszek, de azt mondom, hogy www.fehérváriprogram.hu, mert mindig ott van. Nagyon jó a kommunikációs csapatunk, de tényleg érdemes, mert egyrészt sokat is írnak az adott rendezvény részleteiről, de hogy, ha azt kérdezed, hogy én mire készülök, én arra készülök, hogy úgy szeretném, hogy tök jó idő lenne, és a teraszon lehessen napozni, mikor hogy hazamegyek ebéd, vagyis ebéd után, munka után, tehát hogy még legyen meg a hétvégék, azt nagyon szeretem. És egy teljesen hülyeség szintén, de integrált kockázatkezelési szabályzattal kapcsolatban beiratkoztam egy tanfolyamra, és még a végén meg is szeretem ezt a de milyen jó, hogy ennyi program van, nem? Azért a Covid idő alatt erre vártunk, hogy ez legyen, és visszatérjen hanem hogy visszatérjen ez a... Igen. Ez az időszak. Én nagyon szépen köszönöm, nem hogy itt voltatok. Nem tudtuk meg, hogy te mire készülsz. Én mire készülök? Igen. Arra, hogy elmehessek a rendezvényeitekre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. És hát egy picit majd azért lazítsatok is a nyár folyamán. Én remélem, hogy a nézők kedvet kaptak ahhoz, hogy akár a Velencei-tó partján, akár itt a Gárdonyi Géza művelődési házban, akár a
most csak így mondom, hogy SKKK úgy rendezésében megvalósuló programokon részt vegyenek, most már talán minden korlát elhárul, reméljük, és hogy a nyáron már tényleg élvezhetjük azt, hogy közösségbe mehetünk. Köszönöm szépen. Igen. Köszönjük. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, a nálatok Mizut látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!